Jens Stoltenberg szerint Ukrajna elérte célját az oroszországi Kurszki területen végrehajtott hadművelettel. A NATO főtitkár szerint nehéz megmondani, hogyan fog a továbbiakban alakulni a helyzet. Csak az ukránok tudják meghozni a szükséges döntéseket, például azt, hogy hová telepítsék erőiket, és milyen típusú hadviselés a megfelelő ebben a helyzetben, mondta Jens Stoltenberg. Majd hozzátette, hogy Ukrajnának joga van megvédeni magát, beleértve a nagy hatótávolságot. Rakéták bevetését oroszországi katonai célpontok ellen is. A NATO főtitkár felszólította Kijev minden szövetségesét, hogy engedélyezzék az általuk adott fegyverek bevetését oroszországi célpontok ellen. Oroszország több mint 60 ezer katonát küld a Kurszki területre, hogy megakadályozza Ukrajna folyamatos előrenyomulását, közölte Volodymyr Zelenszkij elnök az NBC News-nak adott interjújában. Ez jelentős növekedés a korábban Olekszandr Szirszkij főparancsnok által ismertetett számadathoz képest, aki augusztus végén azt mondta, hogy Oroszország 30 ezer katonát irányított át a területre. Ukrajna egy hónapja indította meg az oroszországi hadműveletét. Azóta mintegy 100 orosz települést és csaknem 1300 négyzetkilométernyi területet foglalt el. Az előrenyomulás üteme szakértők szerint lelassult a hadművelet kezdeti időszakához képest. Volodymyr Zelenszkij megerősítette, hogy az Egyesült Államokat nem tájékoztatták előre, és a hadműveletet egy győzelmi terv egyik lépéseként magyarázta, amit Joe Biden amerikai elnöknek és két lehetséges utódjának, Kamala Harris alelnöknek és Donald Trump ex-elnöknek tervez bemutatni. Oroszország támadást tervezett Ukrajna ellen a Kurszki területről, mondta a CNN-nek adott interjújában Olekszandr Szirszkij tábornok, az ukrán hadsereg főparancsnoka. Szirszkij szerint a kurszki hadművelet sikeresen zajlik. A főparancsnok szerint az oroszországi hadművelet fő céljai között szerepel, hogy megosszák az orosz hadsereg figyelmét, biztonsági zónát hozzanak létre a polgári célpontok bombázásának megakadályozására, minél több hadifogolyejtés, valamint az ukrán csapatok harci kedvének növelése a taktikai siker elérésével. Olekszandr Szirszkij megerősítette, hogy Moszkva több tízezer katonát telepített Kurszk közelébe, köztük a legjobb légi támadó egységeket, hogy megpróbálják feltartóztatni az ukrán előrenyomulást. Az amerikai hatóságok 6 orosz ellen emeltek vádat Ukrajna és NATO országok elleni kibertámadásokkal kapcsolatban. A washingtoni közlemény szerint az oroszok részt vettek egy összeesküvésben, amelynek célja az ukrán kormányhoz kapcsolódó számítógépekről szerzett információk feltörése, adatszerzés, információk kiszivárogtatásának megszervezése, valamint ukrán számítógépes rendszerek megrongálása volt. Az amerikai hatóságok szerint az oroszok a Weispergate szoftverrel indítottak kibertámadást számos ukrán ügynökség számítógépes hálózata ellen, többek között Ukrajna pénzügyi, külpolitikai és energetikai szektorában. Ausztria támogat minden olyan tárgyalást, amely előzetes feltételek nélkül azonos szinten zajlik, és amelynek célja a nemzetközi jogon alapuló tartós béke elérése, jelentette be az osztrák kancellár. Kára Nehammer kiemelte, Ausztria kész támogatni az igazságos és szilárd békét, amely a nemzetközi jog alapján nyugszik, és kész teret adni a megbeszéléseknek. Volodymyr Zelenszkij elnök korábban kiemelte, csak akkor lesz béke, ha Oroszország minden ukrán területről kivonul, beleértve a Krím-félszigetet is. A miniszteri kabinet szeptember 6-án jóvá hagyta Viktor Mikita kormányzó menesztését a kárpátaljai megyei katonai közigazgatás éléről. Közölte pénteken Taras Melnicsuk, az ukrán kormány parlamenti megbízottja Telegram csatornáján. A jelentés szerint a döntés elnöki jóváhagyásra vár. A Suspilne média hírportál telefonon érte utol Román Moldávcsukot, a megyei közigazgatás stratégiai kommunikációs, valamint nemzetiségi és
Tamás vallási osztályának vezetőjét, aki közölte, hogy addig nem kommentálja az információt, amíg nem érkezik meg a vonatkozó rendelet. Viktor Mikitát 2021. december 10-én nevezte ki az elnök Kárpátalja élére. Szeptember 2-a és 6-a között 110 háborúban érintett ukrán gyermek táborozhat Sátoraljóújhelyen, a Rákóczi táborban, a Rákóczi Szövetség felajánlásának köszönhetően. 10 és 14 év közötti gyermeket hoztunk Harkivból ebbe a táborba. Ezek a fiatalok a háború mindennapját Harkivban töltötték eddig. Átélnek minden szörnyűséget, ami a városunkkal történik. Online tanulnak, vagy a metrókban kialakított tantermekben. Szörnyű, amit ezek a gyerekek átélnek. Megviseli őket, látszik a lelki világukon. Ezért nagyon hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk Magyarországon, és pihenhetünk egy kicsit. Az üdültetés célja, hogy a háború frontvonalából érkező ukrán gyermekeknek segítsen kiszakadni a félelemmel és nehézségekkel teli hétköznapokból. A nyár elején már egy hasonló tábort megszervezett a Rákóczi Szövetség, akkor is Ukrajnából érkező fiatalokat látott vendégül a Rákóczi tábor. Most jelenleg ebben a szeptemberi táborban 110 belső Ukrajnából érkezett gyermek van itt nálunk. A tábor legfőbb célja, hogy ezeknek a fiataloknak egy biztonságos hetet adhasson a Rákóczi Szövetség, hiszen ezek a fiatalok a háború által leginkább érintett területekről érkeztek. Fontosnak tartjuk azt, hogy egy kis kikapcsolódást, egy kis kiszakadást okozhassunk ezeknek a fiataloknak, hogy a háború vészterhes időszakát és a háború borzalmait átélő fiatalok egy kis kikapcsolódást és egy tartalmas programokkal teli hetet eltölthessenek itt Sátoraljóújhelyen. A fiatalok és kísérőik a Kárpátaljai Katonai Adminisztráció szervezésében és az Ungvári Magyar Főkonzulátus közreműködésével érkeztek Magyarországra. Цього табору 45 дітей у супроводі дорослих. Én 45 gyereket kísértem el ebbe a táborba. A gyerekeknek nagyon tetszik itt minden. Számos színes programot szerveztek a számukra. Azonban a gondolataink akkor is az otthoni nehéz helyzet körül forognak. Harkivban folyamatosak a robbanások. Itt biztonságban vagyunk a légi csapásoktól. Nem szólnak a légvédelmi szirénák, csend van és nyugalom. Ezért hálásak vagyunk a magyar kormánynak és az otthoni ukrán félnek is a szervezésért. A gyerekeket Latorcai Csaba államtitkár is köszöntötte, aki kiemelte, az ukrajnai fiataloknak ne azért kelljen Magyarországra jönniük, hogy békében tölthessenek el egy hetet, el kell érni, hogy a nyugalmat minél hamarabb az otthonukban, a családjuk körében élhessék meg. Egyrészt keresztényi kötelességünk, hogy ott, ahol tudunk, segítsünk. Segítsük a tőlünk több ezer kilométerre élő üldözött keresztényeket, vagy segítsük a tőlünk csupán néhány száz kilométerre a frontvonalban, a háború között közepette mindennapjaikat élő embereket, legyenek azok fiatalok, vagy éppen idősek. És ez nem csupán az egyénekre vonatkozik ez a keresztényi kötelesség, hanem bizony a kormánynak is van ilyen kötelessége, és Magyarország kormánya segíteni fogja, úgy, ahogy eddig is segítette az Ukrajnában, a háborúban élőket. Segítjük és támogatjuk az ukrán nemzetet, segítjük és támogatjuk Ukrajnát annak érdekében, hogy minél hamarabb szűnjék meg az értelmetlen vérontás, minél hamarabb legyen tűzszünet, és minél hamarabb induljanak meg a béketárgyalások. Legyen béke Ukrajnában! 2022. februárja óta 1.400.000 menekült érkezett Magyarországra. Többségük tovább utazott nyugati országokba. 46.000-en nyújtottak be és kaptak menedékes kérelmet, 235.000-en pedig idéglenes tartózkodási engedélyt. 40.000 ukrán menekült kért és kapott eddig segítséget, egyebek mellett lakás és havi pénzbeli támogatás formájában. A magyar kormány és a karitatív szervezetek 5.300 tonna, mintegy 13 milliárd forint értékű humanitárius segélyszállítmányt vittek eddig Ukrajnába. A bölcsesség kezdete az Istennek a félelem. A tudást azt meg tudjuk szerezni, azt meg tudjuk tanulni, a bölcsesség viszont Isten ajándéka.
A hagyományokhoz híven ökumenikus istentisztelettel kezdődött meg a tanév a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola felsőfokú szakképzési intézetében. Az évnyitónak a beregszászi Szent Kereszt felmagasztalás a római katolikus templom adott otthont, ahol a történelmi egyházak képviselői mellett a főiskola vezetése köszöntötte a megjelenteket. Az oktatási rendszer átalakulását követve a felsőfokú szakképzési intézetben is alkalmazkodtak a jelenlegi elvárásokhoz. Az idén 10 éves intézménybe 61 fiatal nyert felvételt. 10 lezárt tanévünk van, 585 végzős diákunk kapott már szakképesítést, illetve oklevelet, 396 diák pedig a főiskolán tanul még, vagy ott folytatta tanulmányait. Úgy gondolom, hogy ezek, ahogy mondtam a beszédemben is, azok a számok, amelyekre nagyon büszke vagyok, és hogy a 61 elsős, akik elkezdték idén is az oktatást, nagyon büszke vagyok rájuk, mert annak idején, amikor kezdtük ezt az intézményt, bizonytalanul és rengeteg ellenkampány ellenére, és voltak diákok, akik jöttek hozzánk, voltak szülők, akik bíztak bennünk, megbíztak bennünk, és ránk bízták a gyerekeiket, és elvégezték, befejezték ezt az intézményt, megkapták a megfelelő képesítésüket, és nagyon sokan tovább viszik ezt a szakmát, dolgoznak ebbe a szakmába, vagy ha nem ugyanabba a szakmába, amit nálunk tanultak, akkor mindenképp megállják a helyüket ott, ahol vannak, és mi is nagyon büszkék vagyunk rájuk, és azt tapasztalom, hogy ők is nagyon büszkék, hogy nálunk végezhették el az első igazi tanulmányaikat. Rajtunk, mi csak lehetőséget adunk ahhoz, hogy tanuljatok. Vízhelyiben fürdek, szép álommal altak. A Prokultura Subcarpatica civil szervezet 2014 óta adózik hagyományőrző rendezvénnyel Dobó István emléke előtt. A szervezők nem véletlenül választják már több éve a megemlékezés helyszínéül Szerednyét, hiszen ez a település több szállal fűződik a magyar kultúrához és történelemhez. A Szerednyén található Butler kastély grófjáról mintázta Mikszáth Kálmán Különös házasság című regényének főhősét. 1805. decemberében egy éjjelen át az itt található Butler házban őrizték a Szent Koronát. Életének egy részét itt töltötte Csontváry Kosztka Tivadar festőművész. Valamint itt született a híres törökverő Dobó István, a magyar történelem egyik legnagyobb hőse, akinek alakja példaértékű minden anyaországi és határon túli magyar számára. Dobó István egri diadalát követően kapta királyi adományként birtokó Szerednyét és környékét. A föld alatti alagútrendszert a hagyomány szerint az ő parancsára építették az egri várat ostromló törökök, akik foggyul estek a harc után. Dobó István vidékünknek az a nagy alakja, akinek köszönhetjük, hogy mi itt a keresztények, keresztjének, ukránok, magyarok megmaradhattunk, hiszen neki köszönhető, hogy az egri várban feltartóztatták a törököket, így aztán az egri vár kapcsán itt nem volt török világ. Ez azt gondolom megér annyit, hogy 500 év után is emlékezzünk erre, emlékezzünk arra, hogy vannak olyan nagyjaink, akik életüket is a hazáért tudják feláldozni. Bár Dobó elmondta, hogy a védelem és a vár ereje az a lelkekben van, nem pedig a kövekben. És erre az erős lélekre a 21. században is szükség van, amely lélek attól lesz erős, hogyha emlékezünk arra, hogy előttünk milyen erős emberek voltak. És az ő példájukból, tettükből, cselekedetükből meríteni tudunk. Lemlám, itt vagyunk Szerednyén, ahol már csak foltokban élnek magyarok, egy-két személy, de a magyar kultúra meghatározó egyéniségei köthetők ehhez a településhez, hiszen Csontváry Tivadarnak a szülei itt voltak, patikusok, és itt élt egy időszakot, majd Ungváron folytatta a tanulmányait, hogy a Különös házasságot Butlerről mintázták, és a Butler kastélyban őrizték egy éjszakán a Szent Koronát,
amikor ez irányban jött, és hát a legnagyobb hős az Dobó István, az egri várvédő. Erre emlékeztünk el, és ezt az emléket őrzi 2014 óta a Prokultúra Subkárpátika civil szervezet, amely akkortól Dobó fesztivált és Dobó emlékére rendez rendezvényeket. Háború ide alatt ilyenről nem álmodhatunk, ezt nem tudjuk megtenni. De Dobó emlékét akkor is meg kell tartanunk, és emlékeztetni kell mindenkit, magyarokat, szlovákokat, ukránokat, akik itt élnek, hogy az ő felmenőik azért maradhattak meg, és így mi is azért maradhattunk meg itt, és azért őrizhetjük keresztény vallásunkat, mert Dobó védte az egri várat, és igen, a török uralom alá mi nem kerülhettünk. Erről tudni kell mindenkinek, az ő hőstettéről is, ezért több szintről igyekszünk ezt a kultúrát ápolni. Például a főiskola kiadott egy sorozatot, amelyben a Kárpátaljához köthető könyveket adjuk le, például az egri csillagok ukrán fordítását, amit átadtunk az itteni középiskolában, hogy az itteni gyerekek tudják elolvasni, mert az iskolában már, az állami iskolában nem nagyon tudnak magyarul, és nem is tanulnak magyarul. Viszont aki szeretné visszatanítani a nagyszülei, dédszülei nyelvét, amit elvesztett, hisz a falu többsége, a magyar lakosság is túl van már a nyelvváltáson, azok számára a Pedagógus Szövetség és a Perényi Név Frangepán Katalin Gimnázium óvodát és elemi iskolát hozott létre, ahol a gyerekek a magyar kultúrába mélyebben bele nőhetnek, és megtanulnak írni, olvasni, és remélem, hogy néhány év múlva többen lesznek, akik ezt a kultúrát ismét sajátjuknak vallják, akik büszkék lesznek arra, hogy ők itt Szeredjén valaha Dobóhoz tartozó közösségből származnak. Az Ukrajnában dúló háború idén sem tette lehetővé a tömegrendezvény szervezését, így Dobó István 2017-ben felavatott mellszobra előtt rótták le tiszteletüket a résztvevők. Dobó család története szorosan kapcsolódik ehhez a vidékhez, Szeredjéhez, ez a helységhez, és nagyon fontos az, hogy annak ellenére, hogy ez a, itt a szórvány magyarságról beszélhetünk, nagyon fontos, hogy a magyar történelmnek azok az eseményei, azok az alakjai, amelyek, akik ide kötődnek, hogy az ő emléküket, az örökségüket azért itt helyben megőrizzük, ápoljuk. És az, hogy itt ez a kis emlékmű, ez a szobor áll, és hogy évről évre itt le tudjuk tenni az emlékezés virágait, koszorút, ez egy nagy dolog, és azt gondolom, hogy ez egy most lassan hagyományá válik, és ezt továbbra is támogatni, folytatni kell. Szakmai ünnepük alkalmából a megyei adminisztrációban oklevelekkel tüntették ki az adminisztratív szolgáltatást biztosító központok legjobban teljesítő 8 vezetőjét. Alexander Packán, a megyei adminisztráció vezetőhelyettesének elmondása szerint a teljes körű invázió kezdete óta az adminisztratív szolgáltatást biztosító központok rendkívül nehéz küldetést vállaltak és megbirkóztak az összes rájuk bízott feladattal. Egy nagy űrt töltöttek be, amire a háború elejétől nagy szükség volt. Nagyon sok volt a belföldi menekült. A helyzet elég nehéz volt, és a központok számos új, az állam által bevezetett szolgáltatással kezelték a szituációt. Igyekszünk kiépíteni a hálózatot. A díjazottak között van Zsuzsanna Pavlyuk, a Beregszászi Adminisztratív Szolgáltatást Biztosító Központ vezetője. Elmondása szerint az emberekkel való munkavégzés mindig nehéz, de az alkalmazottak képzettek és udvariasak. A központ által nyújtott legkeresettebb szolgáltatások közé tartozik a külföldi és belföldi útlevelek készítése, a földterületekkel kapcsolatos okmányok rendezése, valamint szociális szolgáltatások nyújtása.
A Beregszászi Városi Tanács Adminisztratív Szolgáltatást Biztosító Központja 2013-ban jött létre. Jelenleg 346 adminisztratív szolgáltatást biztosít Beregszászon, és 14-en dolgoznak távmunkában. A polgárok kényelmét szolgálják a kihelyezett munkatársak. Az augusztusi adatok szerint 2400 szolgáltatást nyújtottak. Nagy Szőlősön 2021 végén nyílt meg a központ. Az adminisztrátorok évente több mint 12 000 szolgáltatást nyújtanak. A hivatal vezetője hangsúlyozza, az adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központ létrehozása hasznos szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy egy helyen a lehető legtöbb igényt kielégítsék. Jelenleg 272 szolgáltatást nyújtanak 11 előjárói körzetben, ahol több mint 67 000 ember él. Főbb szolgáltatásaink földjogi, szociális, ingatlan, vállalkozás és lakcím bejegyzése. Az előjárók a lakóhely nyilvántartási szolgáltatásokat nyújtják, az alapvető szolgáltatásokat pedig a Nagyszőlősi Adminisztratív Szolgáltatást Biztosító Központ nyújtja. Az embereknek nem kell keresniük az irodákat, adminisztratív szolgáltatókat. Minden szolgáltatás egy ablakban elérhető a mi központunkban. Nincs könnyű dolga az ügyintézőnek, mert az emberekkel való munkához kell a megfelelő végzettség, a megfelelő magatartás. Az emberekkel való munka nem könnyű. Kárpátalján jelenleg 60 adminisztratív szolgáltatás nyújtó központ működik. A megyei adminisztráció abban bízik, hogy a jövő év végére sikerül még 4 központot megnyitni. Ezzel vidékünk mind a 64 kis térségében elérhetőek lesznek az adminisztratív szolgáltatások.